Kamupártok, kamujelöltek, kamudemokrácia? Te hiszel a magyarországi választások tisztaságában? Biztos? Nézd minket az október 13-ai önkormányzati választásokig, hogy megtudd, mit tehetsz te azért, hogy mindannyian jobb városokban és falvakban élhessünk. Én Faragó Renáta vagyok, ez pedig a Választasz vlog sorozata, mert jogod van hozzá. Rendszerváltás ide vagy oda, a magyarországi választások az elmúlt 30 évben sem voltak éppen patyolattiszták. Az utóbbi években pedig különösen sok visszaélésről hallani. Érdemes tehát most októberben is nyitva tartanod a szemed. Ha visszaélés látsz, ne hagyd annyiba, emeld fel a hangod! Szia! Szia! Mire készülünk most? Tavaly a választásokkor kikértem az aláírásomat, hogy hány helyen szerepelt az aláírásgyűjtőjének a jelölteknél, és hát kellemetlen meglepetésemre, bár számítottam rá, de nem esett jól, kettő helyet, öt helyen szerepelt a nevem, olyan jelölteknél is, akihez én biztos, hogy nem adtam volna az aláírásomat. És ezügyben én megtettem a feljelentést, és hát most jutottunk el 2019. július 31-én odáig, hogy tanulmányozott hallgatásra tudok elmenni. Jó sokáig voltál! Szia! Hát alapos az ügyintéző, a nyomozó hölgy. Az egyik az még hasonlít, de van olyan, ahol a középső nevemet is kiírták, és én azt például az aláírásomban nem használom. Tehát meg is mutatták neked az íveket? Így van. Persze. Nagyon korrekt volt az ügyintéző hölgy, a nyomozó hölgy. Azt mondták, hogy még ma, illetve holnap még lesznek kihallgatások az ügyben. Körülbelül egy hét, mire ki tud rendelni írásszakértőt, és akkor két hónap minimum, amíg ülnek rajta, de inkább három, tehát amíg az írásszakértő dolgozik, és akkor utána várható bármi fejlemény. Krisztina esete egyáltalán nem egyedi. A választások idején simán benne van a pakliban, hogy a te ajánlásoddal is visszaélnek. Ezt a helyi választási irodánál egy gyors kérdéssel könnyen kideríthetед. Érdemes résen lenni, mert némelyik párt ilyenkor bármit megtesz azért, hogy megszerezze a szükséges mennyiségű aláírást. A 2018-as országgyűlési választások során, illetve azt megelőzően egészen hajmeresztő történeteket hallhattunk a többes ajánlás kapcsán. Volt olyan, hogy már elhunyt személyek kerültek fel az ajánlóívekre, de én azt gondolom, hogy még ezt is felülmúlja az az eset, amikor az adatvédelmi hatóság elnökének adatai kerültek fel egy ajánlóívre, tehát pontosan annak a szervnek az elnökéé, aki a személyes adatok védelméért felel. Ő maga egyébként azt mondta, hogy nagyjából közel két évtizede nem írt alá egyetlen pártnak sem ajánlást, úgyhogy teljes rejtély, hogy hogyan kerülhetett az ajánlás a pártok visszaélő birtokába. Másrészt még nagyon jól mutatja ez a példa azt, hogy mennyire sebezhető egy olyan rendszer, ahol még egy ilyen személy adatait is meg tudják szerezni és visszaélhetnek vele. A másik érdekes kérdés, ami itt felmerül, hogy ugyan a választási irodák miért nem tudják kiszűrni a csalásokat és a kamu ajánlásokat. Nagyon egyszerű erre a magyarázat, ők annyit néznek meg, hogy formálisan, formailag rendben van-e az ajánlás. Tehát például nem tudják azt ellenőrizni, hogy az adott aláírás az tényleg ahhoz a személyhez köthető-e. A választói adatbázisban nincsen aláírás minta. Tehát a választási bizottság az úgy, mondhatni érzéssel néha tudja azt mondani, hogy ez lehetséges, hogy nem egy eredeti, de hát megalapozottan ezt nem tudja állítani semmire. Ennek a teljes konklúziója szerintem az, hogy a rendőrség azért sem tudja ezt megelőzni, mert ők már réges-rég azután kezdenek el nyomozni, amikor már nyilvántartásba vették a jelöltet, elindulhat a választáson, tehát túl sokra nem mennek vele. Az ajánlásokkal való kavarás még csak nem is a legcifrább visszaélés, amellyel kampányidőszakban találkozhatsz. A választások idején a simán etikátlan kampányolástól az egészen nyilvánvaló jogsértésekig sok mindennel találkozhatsz. Nézd minket legközelebb is, amikor kiderül, hogyan jelentkezhetsz te is a Szavazatszámláló Bizottságba.